Sziasztok, itt vagyunk a következő részben, Banánocsóval és Kiperte Tenkel. Hello, sziasztok! Folytatjuk! Hello! Sziasztok! Csá, Mizu, belementem az előbb a tűzbe, az meg jó, Folytatjuk hogy a nem volt videóban. játékot. Mindenki ott, ahol állt, gondolom. Igen. Jaj, nem mozdultam arrébb, itt voltam. Én is itt Nem héderezek. jövök. Én is itt Jaj, elkezdtem vágni segítség! a követ. Annyi alapanyagom lesz végére, hogy hú. Igen. Most akartam eladni egy zombit, csak nem vették meg, az a baj. Zombit? Aha, kereskedőnek nem kellett a zombi. Nem közombi. Milyen? Egyébként. Nőstény vagy hím? Pedig olyan olcsón adtam Ha volna. nő, Hát akkor volt nekem itt kell. ilyen. Egyébként egyszer nekem Volt itt sikerült, ilyen hogy fiatal sikító leázom, ugye? zombinak Nem kellett leütöttem a neki. lábait és a kezeit. Nem tudott elmászni, és ott sikított egy helybe, amikor oda ment a közelébe, és hozta a Az jó. többieket. Ez tök jó, ilyen farmolni lehet a zombikat. Igen. A sikítóval kell megcsinálni. Ja, hát ha leütöd a kezeit és a lábait, akkor úgy ott marad. Az jó. Nem tud elmenni. Ja, aztán van. Valamire még jó lett. Feje volt? Találtam egy Feje, tápörtént. volt Gyerekek, feje? bevágom. Hát majd, hogyha egybe megyünk valamikor, akkor majd csinálhatunk ilyen érdekes dolgokat. Ja. Az lehetne Oké. be, tényleg egy ilyen izébe becsalni, egy ilyen zombi Igen. váróba, és akkor folyamatosan jönnek a zombik egész Ja. nap. Azt csak jól, izé Nem. lootolsz belőlük, azt csal. De örökre nem maradott, Nem. mert azt hiszem ezek éhen is halnak. Ne basszál ki velem. Nem. De. Szerintem De, nem. de, 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 de. Hát akkor betetjük, mit tudom én, mit eszik? Most nem tudom, hogy volt, de volt úgy zombi, hogy csak úgy összeesett, azt meghalt. Hát én nem hallottam De, olyanról még. hát én láttam, de azt Igen. nem tudom, hogy nem elvérzett. Belevágott a Szóval villámat. lehet, hogy már volt sérülése is ott azért, nem tudom. Meg hülyen csinálom, szóljatok rám, mert lemegy a staminám teljesen. Ja, én sem vettem észre. Hopp! Ugye találtam egy tányérpörköltet, most 104 a maximum. Ó, az nagyon jó. Ja. Te itt van egy ilyen Jó, és egy... laktam. Ezt még nem is láttam, egy ilyen szerkezet, olyan, mint egy ilyen öntőkád, vagy nem is tudom mi. Az öntőedény az, nem? Ilyen sárga Aha, én ezt még nem tetejében. is láttam, aha. Ha igen, Az az mi? kell majd a munkaasztalba, vagy a kohóba. Kohóba kell, azt hiszem. Igen. És úgy tudsz önteni majd acél cuccokat, Azt acél találtál? felszámokat. Aha. Ja, az tök jó. Nem találtam, hanem azt nézem, itt a kraftolható cuccok között nézegettem. Hopp, itt valaki nagyon érdeklődik utánam. Csak nem látom hol. Ja, ott mászik a csajszé. Gyere! Hát nekem nem jön senki, de ne is jöjjön. Még egy Jöjjön. hűtőtáska, abba üres üveg. Még itt elvágom a követ is. Nekem se Ne jön halsz! senki. Hello! Valami, mintha lihegne. Nem én vagyok. Lehet érdeklődnek De utánam a nem zombik. látok semmit. Táska. Békén hagynak, úgy látszik. Oh, gyerekek! Kincset találtam. Kincset? Két 256-os bozót vágó Hogy kés. találtad, Moré? Húha. Itt volt az izében, táskában, ilyen sátortáborban. Faszol. Jaj, nagyon jó. Mindjárt meg valaki fejbe vág, azt elveszi tőlem el. Hány órától nem futnak a zombik? Vagy mi a fasz? Vegyek. Soha. Semmelyik órától. Ej. Majd csak mit kéne ezzel kezdeni? Az időre mehet ez a kihívás. Ha elfogadom, csak tárolom. Ja. Mit kéne dobnom? Igazából van egy ilyen felszín, amit nem használunk. Ez lesz a megoldás. Sőt, ha van macséta, akkor csontkés nem kell. Eldobjuk. Lassan reggel jön. Igen. Amikor Reggeledik, zombik kiugrom az voltak, akkor ágyból. is. Elmegyek a kereskedőhöz, és majd megosztom veletek is a kereskedőt. Itt futnak a csávók, gyerekek! Jön horda. Egy Hát észrevett! akkor... Futás! Nekem Jó. jön, igen. Húha. Lehet, hogy nálam is. És Egyet ugye nem dobtam meg. mozgok. Józsival elintézem a Józsit. Na gyere! Ó, majdnem telibe vágtál te. Nekem is valaki nyüsszkölődik itt. A fasz ki van ezekkel? Ez elég sok kövem is. Képertelen vagy most a... Te, ez azt hiszi a Superman. Így előre nyújtsa a két kezét, azt úgy fut felém. Mi vagyok? Ott lent építesz a földet, valamilyen bázist, Én egy valami... ilyen brutál bázist csinálok, igen, azon dolgozok már napok óta. Értem. Kőből védett plafonnal és telecsapdázva a teteje, hogyha horda Ó, jön. igen, az jó lesz. Meg esetleg egy tornyot képzelek majd, még mellé. Ha? Jó te?
Én még egyelőre így kalandozók, élelmet gyűjtők, meg ha már jöttem a sivatagba, itt körbenézek. Fémből akarok tüskéket, most az összes kocsit, ami itt a sivatagban van, azokat verem szét. Az mi volt ott, gyerekek? Nem, még egy bolt volt. Baut. Ott az mi az? Mi az ott szerint? Az ott egy zászló, nem? Hát nekem... Nézzük meg, versenyt ott távol. 2,9-re most. Úgyhogy... Én meg szerintem növekedek folyamatosan, mert... Nem az én boltomat látod. Távolodok el. Jaj, a boltot akartam na, megosztani. Reggel van, nem futnak akkor. Aha, ja, igen. Már nem rohannak. Jó. Most kell figyelni, mert már meg is látnak, ha jól tudom. És még rosszabb, ja, még éjszaka jobb igen. Most. Csak az a baj, mi se látunk. Éjjel látót kéne szerezni. Igen, ó, az nagyon jó tud. Az nagyon adná. Akkor éjszaka lehetne nagyon jól mozogni. Ebben már jól működik. Igen, itt már van értelme, aha. Hú, azt találnák, tök jó lenne. Hát az a nagy királyság lenne, az persze. Már mocsaitának is örülök. Én annak is, hogy élek harmadik nap, hallod? Ja, igen. Jól emlékszem, hogy 6-kor nyit a bolt, ugye? Ott a bolta. Igen. De pontosan 6 óra 7-kor engedt be. Én próbáltam bemenni 6 óra, akkor nem engedett. Hát később biztos. Nem ért oda. Valami mászik a vizen. Nem ért oda a boltos. Bizán? Egy zombi jön erre. Hegyen fölfelé, nem tudta tekerni a biciklit, biztos. Hát a vízbe futkározik. Mondjuk én itt egy út mellett vagyok. Kocsit nem láttam idefele. Az is sátortából lesz. Amit lehet lutolni. Fene, nézzük meg. Gyerekek, mi most akkor az alapanyagokat csináljuk, mint az őrült, jó? Én is, igen. A követ meg... Egész éjjel követ vágtam. Közben ugye a fa volt. Ilyen sok izén van. Meg hát itt vagyok én egy kis város mellett. Az nem rossz. Úgyhogy igazából nem tudom, a követ most minek szedem. Most pont vártam ez. Egy csomót. Hát az mindig jó, egyébként. Igen, húzd meg, mennem húzd kellene. Meg pár csirkét kihívást találtam. Az mit kell az akkor csinálni? Meg kell húzni a csibéket, azt írja. Ne basszál ki már. Szegfelővővel kell őket lőni. Jaj, jó, igen. Jó, hogy mást akar már. Ennél ez egy kicsit máshogy hangzott, húzzak meg csibéket. Szemetet nézek. Gyerekek, körülnézzünk mi meg egy kicsit, szerintem az lesz a következő projekt. Meg találtam a Balaton. Itt az úton. Itt is jártunk. Hát mikor jártunk el, gyerekek? Biztos éjje volta. Aj, és a... Be kell mennem a... kiégett területre. Az is baj. Ott vannak a kutyák egyébként? Azok is vannak, meg medve. Én... nekem az is volt. Zombi medve, itt volt. Hát akkor én nem igazán fogom ezt szeretni, ezt a kereskedőt. Meg az égő zombi. Igen, meg itt megy ez a... homály van, köd lesz. Igen. Ja, az aztán... gyalogoltam benne. Pedig el kellene szaladnom ide a kereskedőhöz. Hogy a pont miatt is, mert úgy kaptam... Még amennyi belefér, annyit még ütünk. Hat. Ben, jó. Futás hazafelé. Futunk hazafelé. Jó, csak megpróbálok befutni. Olyan szintünk az hogyan áll? De és igen, és még meleg is lesz, ha jól emlékszem. Mi lesz? Meleg. Hol a kiégett területen? Igen. Ja, nagyon meleg. Ja, igen. Meg kellene mennem. Ja, ott vagyunk, ott lakunk. Tök jó messziről látom, hol van a kereskedő, és akkor ott lakok. Ajjaj, nem a kereskedő. Vagy legalábbis egy hálóságon van ott. Ott van a kereskedő talán. És még nincs 6 óra, nagyon korai vagyok. Azt a mindenit. Jó, akkor szerintem te fogod kapni a következő ilyen átfutó hordát. Igen, ezt egy kicsit el is tesztem, mert korán ide futottam, most meg itt a kiégett terület közepén, itten csinálhatok valamit. Nem tudom, hogy mit. Kiégett, ja. Volt egyszer egy olyan gondolatom, hogy megpróbálok úgy túlélni hardon, hogy... Vagy hát nem hardon, hogy ilyen robbantott területen csinálok. Jézus Mária. Bunker, de inkább nem. Ó, és ott van egy ilyen tüzes. Tüzes leányzó. Ja. Ha még csak tüzes. Az jönne.
Tüzes izé, zombi leon. Leonzó. Na még egy autó, most találják egy éjjelátót, nem jött be. Előbb kellett volna mondani. Most srácok, azt megyünk haza szerintem. Mehetne az idő gyorsabban. Mindenki gyógyszert akar nekem adni. Kezdek félni. Ne félj, Zsolt. Hát nem vagy itt, hogy megvédj. Úgyhogy... Ja, de én sokkal nem mennék. Futnánk új, mint a tudom, micsoda nyúl. Hát futni csak... Nem tudom, mennyire erős a karakterem, mennyire bírná. Én úgy meg a sivatagba szorongatom a kávés üveget. Mikor kell futni? Vaj, valami... Meg is talált valami. Nagyon hallom, nagyon. Belemenjek a vízbe, vagy mi legyen? Hát... Ugye most már a vízből akkor tudok lőni. Igen, tudsz. Ja, régen elrakta az íjat. Csak akkor érdemes ugye, hogyha nem érnek el a vízbe. Igen, próbálok valahova. Mélyebbre. Jön utánom. Hú, hallom nagyon a hangját. Ja, meg én most még a kereskedésre próbálok gyúrni. Eladó. Ejjjaj, ketten is jönnek. Hát ez... Nem igazán jött be a tetszika. Jaj! Jaj, ne megütöd! Te! Meg régen nem úgy volt, kivágta egy fát, a legvégén adott egy csomót. Arra emlékeztek? Igen. Hogy ja, izé, nem úgy volt, hogy folyamatosan a végén így, mint akkor egy bónuszként, hogy teljesen ez sikerült. Ez most már nem úgy működik, ja. De az úgy jó volt. Vagy legalábbis jobb volt. Ja. És ah, megint megütött. Gyerekek, hogy a végén megoldalom. Ejhaj. Igazán működik a taktikám. Jó, lerázom a csávot. Ha átázok, akkor mi fog nekem lenni? Mert úgy ázok át, mert most havason vagyok. Akkor milyen negatív hatást kapok? Megfázol szerintem. Ja, ez nem jó. De ott egy szarvas. Na jó van, csávó, akadjál már le rólam. Menj innen. Nekek egyelőre ez elég, azt menjünk haza. Nem visz innen. Ó, ott is. Óha, mindenhol csávók. Ájjaj, merre menjek haza? Ott is. Ú, mi van itt? Ez is észrevett, de jó. Megnézzük, nincs-e valami tuskó itt. Azokat a tuskókat szeretem lutolgatni, jó cuccok vannak. Ja, igen. Na abba esélyes, hogy találsz éjjellátót. Hittem dobben van. Csak még nem az elején, lehet, hogy még szar a lút azért. Nem szedem őket, az biztos. Találtam egy vadászkést. Sikerült a víz alatt őket elintézni. Igazából. És közben kinyitott a kereskedő is. Na. Ja, az jó. Hát futok is oda meg. Mi történik? Favágó zombi üldöz. Az se egyszerű. Az a baj, itt meg tele van szeméttel, és nem bírom ki, hogy ne kutassak bele. Persze. Hát igen. Kell a olaj, jó holmi. Az jó. Olaj, réz. Én is szemet ezek. Sandwich. Jó, leakadt. Leakadnak azért, hogyha nagyon sokat futsz. Remélem nincs a környéken több. Erre kéne felmenni. Bejárat kellene nekem. Most megyek a kéget területen, remélem nem lesz. Gyerekek, olyan jó cuccok voltak azokban ezekben, meg kéne néznem még. Találtam fegyveralkatrészt, meg kettő vadásztört. Na. Itt már jól érzem magam egyelőre. Bejöttem a kereskedőhöz. Ja, mindjárt megosztom akkor a kereskedőt veletek. Ja, jó. Hogy van az? A térképen, ugye? Húha. Én úgy tudom, hogyha külön csinálok megvan. Rá jelet, és akkor azt igen, osztom meg. Igen, menteni kell a jelölést, és utána tudom megosztani. Húha. Most van baj. Mi a helyzet? Fut utánam ez a kiégett zombi, ez úgy fut, mint az állat. De legalább nagyon gyenge, egy lövésre elterült. Ne. Másodikra meg is halt. Ez jó. A szerencse, hogy legalább gyenge. Mondjuk lendületből jött felém, lehet, hogy úgy jobban használt neki az íj. Vagy a nyíl. Megnézem, mit tudok eladni. Házakban újabban vannak-e izék, zombik, mi? Vannak. Akkor nem megyek be, basszus. Mindegyikben van. Meg kutyák is vannak, az ilyen könyvesmód volt, hogy ilyen városban vagy.
ahol ilyen emeleten vannak. Segítség! Ne! Nem na. Akarom! Menj innen! Agyonvernek másik! Másik zombi! Nem a... Egyelőre én eladom a rezet. Nem tudom, hogy ti hogy szoktátok, hogy az elején. Meg eladom a kronoszot. Romák is azért csinálják. Jaj, ezt nem kell volna meginni. De talán jó lesz. Mi csinálta izét? Híd alatt izé leégetted róla műanyagot? Gyerekek, végre. Nem vittet eldobom viszont már. Jó van, most veszek egy kis levegőt. Hú, gyerekek. Nem tudok hazamenni, állandóan ilyen sötét erdőkön kell átmenni. Az olajjal viszont még várok az eladással, mert ha több mindent adok el, előtte akkor magasabb lesz az értéke. Aha. Ja, utána izé még egyszer, persze. Igen. Ja, előbb az olcsó holmi kell. Ja, előbb körülnézek a boltból, hogy mik vannak. Srácok, hogy állunk mi? Egyébként ez a jobb volt, ez a vannak autók, garázsok. Az jó, az jó. Ponyha van benne, WC van benne, ugye. Jóféle volt az. Aha. Na, kaptam még WC-re is lehet menni. Ja. Találtam még olajat, az. Meg három darab ilyen raktapasz, vagy mi az? 15. Ja, ez a... Mi az, az a fehér tekercs. Ragasztószallag. Ragasztószallag. Ja. Az autóban fegyver vagy javítókészlet. Az is tök jó. Mm-hmm. Jókat találni azért. Jó lutok vannak. Érdekes. Most látszok, megyünk haza, mi meg építkezünk. Egy csomó alapanyagot sikerült összevakarnom. Jó, messze. Jó, és már három nap, harmadik nap. Nekem ugye is az alap van meg. Igazából. Ott is egy olyan zombi. Háj, gyerekek. Illek. Ott nincs semmi. Hol van már az a bolt? Na. Na biztos megnéztük, mi? Hát. Na, találtam egy rövid csövet eddig. De felmenni. Na, húzzunk haza gyorsan. Valaki van itt. Hallod a hangját, a hörög? Hallom, de benn vagyok a boltba, becsuktam a kaput is, úgyhogy... Ja, az érdemes, mert bemennek utánad. Az udvarig bemennek. Igen. Haha! Megérkeztem a dombra. Jaj, ne! Utálom, amikor futnak utánam a köcsögök. Aha, izgi. Az izgés. Ilyen valami menedzser, vagy nem tudom, banktisztviselő zombi, vagy... Az jó, egyébként pénz szokott nála lenni. Eladunk mindent, amit lehet. Őt nem. Várjátok, nem itt nyílik az ajtó. Jó. Bemegyek a házikóba. És nem foglalkozunk vele, gyerekek. Ott rohadjon meg. Agyabot meg megint nem ástom, nem baj, majd ásunk. Megvan itt hut ez a... Csak már olvasztottam. Tehát a boltot nem tudom bántani. Nyilvesszön meg nincs is, úgyhogy hagyom. Majd elfutok. Vagy... Vagy nem. Tudok egyáltalán nyilvesszőt csinálni? Igen. Jó, tudok. Ó, megijedtem. Mi volt az? Megjöttek a haverok? Futtak a köcsök zombik rám. Nem a zombitól gyereknek, hanem tőled. Jó, hát én is megjöttem. Nem véletlenül kiabálok. Kereskedjünk mindennel, ami lehet. Baj, nem elmeldom. Porzalmasan hát sokan vannak. Hát semmit nem találtam a kereskedőnél. Mentok. Drágább. Legyen egy csőkulcs. Kurva nehéz lerázni őket, hallod? Ja, hol? Tényleg csőkulcs, az hólom nem volt csak. Mosogatóba. Ja. Nem igazán érte meg ez a ház. Nem. Másképp nem kell úgyse. Merre kell építkeznem, ugye? Itt megyek le. Akkor arra. Jó. Az, ó, komi, az is kellett neki, jó van. Egy ezres majd összegoríztam megint. Végén ragasztószallag. Egy ekkora placot mindenképp le akarok. Mint ez a szélesség. Ó, a boltban van éjjel látó, 351-es, 8007. Hát az nem mostanában lesz meg. Mennyibe kerül? 8007, a 350-es. Ó, bazd meg. De hát az nem is, az nem használódik, nem? Nem tudom, hogyha felveszed, akkor szerintem megy a csíkja, hogyha használod. Föntről megnézhetem. Vagy lehet, hogyha megütnek, akkor esetleg, nem? Nem tudom, lehet. Nem tudom, igazából. Szerintem én megyek majd vissza a zöld területre.
Vagy megyek tovább át a kiégetten, viszont az elég hosszú lehet. Kiéget veszélyes, jó? Ja. Dobermanok miatt, más miatt talán még annyira nem is, de... Igen. Egyelőre... Juk. Akkor... Elállunk egy ásót. Jó is, hogy bejövök a boltba hűvösbe. Ez melege lenni. Ha. Egy és elfogyott a szomjas. Ja, nekem ilyen meleg gondom nincsen. Hóba vagyok fönt a bolt mellett. Hát a melegben ugye sokkal gyorsabban megy a víz szükséglet. Ja, igen. Fegyverjavító készleten gondolkozok nagyon, hogy mi legyen vele. El tudnám adni 124-ért. Az mikor szokott kelleni? Húha, a fegyverjavító készletből meg tud javítani az alkatrészeket, fegyvereket. Meg még, hú, mihez kellett még? Valamibe kell, nem? Nem kell a munkapadba, vagy valamibe? Vagy ez rosszul emlékszem? Nem tudom. Meg még az a kérdés esetleg, hogy ritka? Hát egy jobb, vagy egy recepteket azt kiírja, mihez kell, ugye? Esetleg nem kell valamihez. Van beton mixem. Hát igazából semmit sem érte. 20 beton mixér ad 2 eurót, vagy dollárt, vagy mi ez. Papírt eladok egy darabot. Üres tojást. Nincs. Üres tojást, az mert. Sivatagot kellene találni nekem is. Abba szerencsés vagyok, hogy sivatagban vagyok, kajapírban 0. Jó, adok el 2-3 ragasztót. Egy kell ugye simpójához. Egy ragasztó elég. Ja, igen. Jó, akkor egyet megtartok. Pamagot eldobom egyelőre. Ah, pont 20-as, gyerekek, Mák. Ja, pont, igen. Mi 20-as? A kereskedési szint. Adtam el cuccokat, és 20-as lett pont. Most tudok a dugi helyre pluszba rakni pontot, és most visszamegyek, megnézem, hogy a dugi helybe mi lett pluszba. Remélem sárkány lett neki. Összegőrizem a korzárát. A bőrből van, szét tudom szedni. Aha. Aha, meg van egy bőrkabátom. Akkor meg is van a kohóhoz. 10 000. Fúha. Lett egy láncfűrész így, de 10 000-be kerül. Akkor eladom. Jézus Mária. Ja, több dolog is van nála ilyenkor? Ez tök jó. Ha ugye a dugi helyre, ha raksz, akkor egyből több lesz. Bányás isak. 4 000. Hát én eladom ezt a fegyverjavító készletet egyelőre. Nem baj, talán a negyedik nap majd lesz jobb. Igen. Várjál, hányadik napon? Harmadik nap, ó. Akkor a negyedik akkor napot nézzük. Még megvárjuk, aztán esetleg ha szerencsém van, akkor kezdek el bányázni, hogyha tudok venni jobb cuccot. Egy szalma kalap van nál 530, de nagyon drága. Kell. Ásót kell. De és ez cowboy kalap, ez nem szalma. Nem hagyjuk. Ja, cowboy kalap, az jó. Ugyanúgy van a hatása, nem? Mind a... szalma kalapnak, amit csinálunk. Nem? Igen, minusz 10 fokot adna. De hát ugye 533-as, 553-as. És 1233-ba kerül. Ó, gyerekek, mi meg akkor ezt csináljuk tovább. Megpróbálkozunk. Bőrkabát 30 fokot adna. Előbb szétszerem a csizmát, az nem kell nekem. Ha? El kell kéne mennünk a gyagér. 3. Megnézem a bőrkabát mennyit ad. Hány bőrt, ha szétszedem. 13 bőrt ad. Hát akkor szétszerem én ezt. Új, meg a robbantott területen sétálok. Hát nagyon jó. Hol vannak a spikeim? Ja, itt. Egy nem csövet, hogy ad-e. Rálépek egy aknára. Itt mondtál, Joe, hogy a kovácsolt vasból lehet rövid csövet? Igen. Egy kovácsolt vasból egy csövet tudsz csinálni. Akkor lehet, hogy veszek egy kovácsolt vasat. Nem kell hozzá semmi, üllő meg ilyenek, semmi. Jó. Az tök jó. Mert igaz, sok szemét van itt, lehetne. Lehet 35 euróért, dollárért veszek egyet.
Majdok bányászatra is teszünk pontot, ha tudunk. Tudunk. Jó. Receptek, és igen, rövid csövet lehet így akkor. Akkor megvan a Ó, meg kohóhoz. vagyunk. Tudok is kohót csinálni, illetve nem, mert agyak kell. Kitartásra újabb pontot teszünk, egész jól fejlődünk azért. Képes, de egész jól. Hányadik nap vagyunk? Harmadik? Há, egész jól állunk egyébként, nem? Harmadik nap dél mindjárt. Ha? Mert én más nem találtam. Zombi meg leakadt innen. Eltűnt. Az jó. Most el kellene én dönteni, hogy merre pussak felétek. Messze vagytok úgyis nagyon. 2,5 és 3,2-re. Hogy akkor átfutok a kiégett területen. Mit gondoltok? És miért szeretnél a kiégett területre futni? Mert erre fele van zöld. Ja. Ami mondjuk jó lenne, de hogyha úgy is akarunk a későbbiekbe találkozni, akkor valahova közelebbi valahol telepednék le, hogy ne fél órán keresztül kelljen majd rohanni felétek. Aha. Ha van valami. Ugye? Vagy esetleg addigra már lesz motor. Motorod. Ja, vagy pedig vagy izé... Addigra... Valami, vagy pedig valami... Kitalálod te is, hogy mindenki, hogy ugye... Hordát, hogy éli túl ilyesmik. Igen. Jó, hát... Ja. Igaz, visszamegyek. Hú, átfagytál, de jó. Visszamegyek egyelőre a... Rákomhoz. Kukucs. A fenébe, itt ilyen hideg van. Eltűnt a... A zombi. Akkor jó, akkor... Postaládázok egyet. Be, izébe vagy? Városba? Hát itt van egy város a kiégett mellett, ugye van a kiégetben ilyen, ilyen romházak. Meg nekem mellette, csak nem ahonnan indultam, ott van egy város. A zöld mellett. Ez jó. Úgyhogy nálam város is van igazából. Most akkor elfutok, megpróbálok kiszaladni innen. Mert a zöldbe tudnák akár... Itt egy sátortábor, mondjuk az érdemes lenne talán, de majd bejövök, ha erősebb leszek. Nem játszok ezzel. Hát most sok a juice fogunk inni, igaz, hogy megfagyunk tőle, de mindegy. Annyira nem hűsít le, nem? Az a baj, hogy én már meg vagyok fagyva. Ja, értem. Hó alatt vagyok, aztán most más nem tudok inni. Hát nekem ha... inkább melegem van. Ha. Majd ha hazamegyek, akkor hóba olvasztok és vizet. És kellene... Vélem gyorsan csinálom egy kisebb távolt, egy tűzhelyet, meg ilyesmi, mert... Na, kettes szinten van. Aha, az jó. Ez jó. Ott a zombi. Esik az eső viszont. És eladtam bőrkabátot pont, ja, nálam is szétszedtem. Éppen. Hát az nem jó. Nem nálam biztos, is esik az eső. Volna. Nálam nem. Sivatagban soha nem esik szerintem. Vagy van, hogy esik? Hova is esik, nem? Más, esni nem hiszem. Csinálok nyilvesszőt, mert semmi nincs igazából. Nem, mert vissza is tudom kapaszkodni. Minél előbb szeretnék jó. Kohót csinálni, mert ugye tudnák akkor már csinálni majd vas nyilvesszőt. Ja. Hát azért az jobban sebez. És jobban sebez, ugye az állatokat? Az állatokat de... például egy lövéssel leszoktak. Igen. Igen. De igazából, ha fejlődsz, akkor a kőnyűvesző is már egyből leteríti. Igen, érdekes, hogy az első lövésem, ami volt a vaddisznóra, egy lövéssel le is szedte. Lehet, hogy éppen fejbe találta. Vagy lehet, hogy sérült volt, vagy valami, nem? Inkább már kaktuszba mehetett előtte, vagy mit hát tudom én. Hát a zöldbe volt. Zöldbe nem sérült úgy szerintem. Ja, hát nem ha tudom. Csak nem megtámadta valami. Zombia vagy akár. Vagy zombival verekedett, ja, vagy nem tudom. Vagy mit tudom én. Igen. Szopornyiszásod vagy akármicsoda. Jó, hát most lesz nyilvesszőm azért valami 50-valahány darab. De kerül ez a kabát. Lehet meg kéne venni ezt a kabátot. Csináltam, hogy van. Ó, a fákját nem adtam Májátok. El. Eladhattam. Van még olvasztani való? A gyerekeknek... Olvasztani való? Ez... Hát ezeket nem olvasszuk be. Ez nekünk talán úgy elég lesz. Betárasztom. De hát itt vagyok, itt van igazából. El akartam még menni haza. Kávé van neki. Ezt a...
veszük. Aj, nem ezt akartam. Csak ki akartam lépni, úgy. És akkor innen próbálunk így valamit kitalálni. Megfogyunk itt te. Benne, enyje meg. Felmukusson. 3700 a kabát. Hülye vagy. Ez szép volt meg. A fejét lelőtte egyből. Jó, ez annyi vesző igazából, ez a könnyű vesző. Majd, hogy meggyújtunk. Nem akarok megfagyni. Én szerintem én elkezdem szétszerűzni őket. Jó, gyerekek, a kőből ennyi. És akkor innen most már csak a csapdálása jön nekünk meg, ha valaki itt nézi. Csak olvasztás, mehet. Kellene még bőr nekem, viszont. Jut eszembe, mert poncsót ha csinálok, ugye az... Egy poncsóval és egy téli kabáttal én elélnék egy egész. Nem tudom, nagyon sok részig. De lehet, hogy bejebb kellene mennem, mert itt vagyok a kiégett szélébe. Ha? Nem túl ideális, hogy itt át tudnak futni a tüzesek is. Én sem vagyok jobb helyen, de ja, nem a legjobb hely. Jó, szerintem... Egy picivel... Egyelőre itt hagyom a zsákot, mindegy. Na srácok, egyébként ki hogy halad, mondja el, aztán akkor egymás nézői is tudni fogják. Én most úgy haladok, hogy... Lehet, hogy átvariálom majd kicsit a dolgokat, hogy elmegyek egy másik helyre, pont egy zombiba botlok. Kicsit bejebb megyek a zöldbe, és ott telepednék le, inkább. Ez milyen zöld? Ilyen fás terület? Hát ez ilyen zöld terület, igen, ilyen fa. Meg van rendelkeltek kő, ilyen magas sziklakövek, ugye ezek a... Igen. Meg út mellett vagyok. Igazából az egy nagyon jó. Mert az út mellett ugye tele van autókkal, meg ja, az jó, igen. Az jó. Ha megyek vissza kb. Oda, ahol itt elindultam a játékba. Joe, nálad milyen szituáció? Én még mindig gyűjtögetek. Egyelőre itt vagyok a bolt mellett. Cikla mellé ide telepettem. Sőt, hát... Szerintem. Egyelőre gyűjtögetés megy, aztán meglátjuk. Szerintem én itt az utón elkezdek valamit építeni magamnak. Valami kis emelvényt, valami. Én meg aztán megpróbálok fejlődni így pontilag, meg mindenben, kitartás, meg ilyenek. Meg a izével próbálkozok, ugye minél durvább bázis létrehozást. Igazából teljesen más izét, játékstílust csinál mindegyikünk, az elég jó. Hát igen, építkezelén gyűjtögetek. A pillér az 50-es és a 100-as. Vastagság, ugyanaz a durability-je. Vastagság. Ugyanaz a durability-je. Igen, csak néz ki. Jó, akkor a lehet a vékonyabbik igazából. Százas ilyen jó vastag, a másik meg ugye vékonyabb. Igen, de ugyanannyira ütik ki, úgyhogy semmi gond. Ugyanaz különben. Ugyanúgy tudod upgrade-elni is minden, ugyanaz. Csak igazából kinézete, hogy akarsz fel tervezni. Na aztán nekem meg a tervem, hogy ugye megcsináltam a bunkert föld alatt itt, most levédtem a tetejét full kővel. És igen. Akkor minél nagyobb területbe csinálni csapdákat, gyakorlatilag amekkorát bírok. Tehát amíg beér a horda, minél jobban lesebződjön, vagy pedig max a lábaik ugye újjanak ki, hogy ha kijövök, akkor ne az legyen, hogy futkozó zombikkal fogok harcolni. Ja. Megpróbálok egy ilyen nagyon nagy területet levédeni. Meg lehet, hogy az kellene, hogy kihagyok egy részt, egy sor csapda egy részt, és akkor ahogy átmászkálnak, akkor talán a lábakat leszedegetik, nem tudom. Hogy az úgy hatékonyabb be, mint hogyha mindenhol csapda. Annyira... 4... Az a baj, megfagyok, nem igen tudok mozdulni. 7... Azt nem tudom, tudjátok-e, hogy 12 blokknyit lehet összerakni a frame-ekből, például a levegőbe. Ja, hogy úgyhogy 6 blokkot erre, 6 blokkot arra. Ja, már többet raksz, meg összeesik az egész. Igen, akkor leomlik. És mindenféle, mindenből? Fémből is? Izéből is? Fémből jobban bírja, én úgy tudom. Fémből jobban bírja. Hogy mennyire, azt nem tudom. A vashulladék például, tudsz úgy, hogy 6 blokkot tudsz egymásba rakni, a 7-nél leomlik. Tudod, a levegőben, hogy nem nincs alatt a tartás. Igen, értem. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Most látszok, akkor a következő részben nekem az lesz, hogy akkor itt ezt végigcsapdázzuk. Szerintem el kell búcsúzni, mert már letelt az időnk megint. Persze. Jó. Jó, akkor itt okay. Abba hagyom. Előre. Következőnek én ide rakok egy zsákot. Az lesz a ételem projekt. El is felejtettem eddig. Én is majd meggondolom, jó. Hogy hol fogok letelepedni. Mert akkor búcsúzunk kell aztán. A hóban egy kicsit hűvös lesz. Na, megálltuk. Akkor legyetek jók, köszönjük a rizítet. Jövünk legközelebb. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Csá.